Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves jó testvérek, ezen a mai napon tájékoztatom a televízió nézőket, hogy vértanukat ünnepelünk. És most valahogy megpróbálom, kérem, imádkozzanak értem, hogy sikerüljön ezt a gondolatot, hogy vértanúság összehozni azzal a másik gondolattal, amely most foglalkoztat bennünket, hogy az eukarisztikus kongresszus napjait éljük, és ezekben a percekben, ezekben az órákban is, ezen a keddi napon is együtt imádkoznak százak, ezrek, tízezrek, legalábbis bízom benne, hogy utólag már minimum ilyen számokról hallunk, különböző helyein a fővárosnak, és talán nem csak a fővárosnak, hanem más helyeken is a templomban. És ezek alkalmával lehet, hogy éppen azért ennek a mai evangéliumnak a felolvasására is sor kerül, amely azért kerül felolvasásra, mert vértanúkat ünnepelünk. Hogy kiket rögtön kiderül, de először hallgassuk meg az evangéliumot. Abban az időben, vagyis hát egy alkalommal Jézus ezt mondta apostolainak. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet is adnak, és mégsem hull a földre egyse közülük, atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, a sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Na, ha valaki nem tudná, hát kérem szépen, három vértanúról is van szó, akik egy azonos időben, 1619. szeptember 7-én, tehát ezen a bizonyos napon, haltak vértanú halált, mégpedig Kassán, ami akkor természetesen Magyarországhoz tartozott, tehát nem Szlovákia nagyvárosáról van szó, hanem magyar városról. Ők ugyan különböző nemzetiségekhez is tartoztak, az egyikük legalább annyira lengyel volt, mint amennyire magyar, a másik szlovák volt, és nem csak magyar, a harmadik esetleg délszláv területről került kassára, egy valami közötte össze őket, a jezsuita hivatás. Szerzetesek, és azon belül is a lojolai Szent Ignác által alapított Jézus társaságának a tagjai voltak. 17. század, és sajnos akkor rögtön tudja az ember, hogy igen, hát itt arról van szó, hogy a reformáció utáni időben mindkét részről, és ezt hangsúlyozom, hogy nehogy valaki rögtön fölhúzza az orrát, ha netán nem katolikus, és most mégis nézi a katolikus tévét, és azt hallaná tőlem, hogy a reformáció követői támadták a katolikusokat. Nem. Sajnos fordítva is történt, a végén majd erre még egyszer fogok utalni. De most egyenlőre annyi, hogy igenis Rákóczi György és a, a hajdúk kiadták a parancsot, hogy igaz, eredetileg úgy volt, hogy Kassán nemcsak hogy a papokat, de még a katolikus híveket sem bántják. Mégis egyszer csak jött egy őrült gondolat, likvidáljuk ezt a három papot. Hát először is megpróbálták áttéríteni őket, áttéríteni a kálvinista vallásra, tehát Kálvin János tanításának az elfogadására, ellentétben Krisztus tanításának az elfogadásával, mert itt kapcsolódik bele ez a mai téma, a mostani témával úgy mondom, tehát mai alatt a mai evangéliumot értem, a mostani alatt az eukarisztikus kongresszust. Mert a kongresszusnak a, a gondolata is sajnos olyan, hogy nem minden keresztény felekezet fogadja el. Az oltári szentség a katolikus vallásnak az elengedhetetlenül fontos, nem része, hanem személye, mert magát Jézust tudjuk, valljuk, hiszük abban a parányi kenyérben, amit éppen ezért oltári szentségnek nevezünk, és amelyet most ezen a héten ünnepelünk, utolsó napján a hétnek, már a pápával, Ferenc pápával együtt. Szóval ellene fordultak a három papnak, megpróbáltak belőlük protestáns csinálni. Hát ez nem ment. Úgy utólag mondanám is nekik, hogy egy jezsuitát át akarsz téríteni? Hát hogyan? Sokkal okosabb, mint te vagy, legyen az akármelyik bölcselkedő protestáns vezér egyéniség. Ott van a háttérben Pázmány Péter, ugyanebben a korban, tehát aki aztán valóban lekörözhetetlen azokkal a szellemi javakkal, amelyekkel rendelkezik. Tehát reménytelen volt. Esetleg úgy gondolhatták az ellenség hívei, valóban itt ellenségről van szó, nem csak ellenfélről. Sajnos így igaz. Szenvedniük kell. Akkor hát, ha megérnek a szenvedéstől, és akkor szót fogadnak nekik, és áttérnek a református hitre. Ezért hát éheztették őket. Több napon keresztül nem kaptak semmi ennivalót, de hajthatatlanok voltak, és ezért kerül ez a mai evangélium ezen a napon minden esztendőben, szeptember 7-én felolvasásra, mert, mert ez a beszéd az, ami szinte azt mondhatom róluk szól, hogy aki megvall engem az emberek előtt, azt megvallom én is, mondja a Jézus, Jézus, menjenj atyám előtt. Hát ők megvallották akkor is, ha például éheztették őket, aztán jött a még ennél is fájdalmasabb, a legkülönbözőbb, az ember őrült dolgokat tud végrevin, véghez vinni, a legkülönbözőbb kínzások, amikkel... Megpróbálták őket halálközeli állapotig vinni, és még mindig újra és újra megadni nekik a lehetőséget, hogy úgymond térjenek meg, térjenek át a református vallásra. Na most a kérdés az, hogy volt erejük ahhoz, hogy aztán, hát ha nem tudták őket megtéríteni, akkor mondhatom egészen a halálig, mert hármajuk közül kettőt lefejeztek, hogy kész legyen befejezve a tortúra. A harmadikról azt már halott, azt egy szennygödörbe beledobták. Ott kiderült, hogy még több mint 20 óráig körülbelül élhetett. Szerencsétlen, hogy milyen helyzetben jobb nem gondolni rá, amikor a végre ő is kilehette a lelkét, és fölemelte a lelkét a jó Istenhez. De szóval honnan volt erejük? Hát kérem szépen, olyan egyértelmű. Hát ezek mind a hárman papok voltak. A papnak minden nap misét mondatni, mondania kell, vagyis ezek az nap, amikor ez vált rájuk, azon a bizonyos, most két évvel ezelőtt volt éppen 400 éve, meg elkezdődő napon, már magukhoz vették, hallod, légy akármilyen felekezett tagja, hallod, magukhoz vették az Eukarisztiát, az Eukarisztiát, vagyis Jézust, Jézus teljes szellemi, testi valóságában egy élet az ő testi, szellemi valóságukkal. És ezért nem ők tudtak ilyen erősek lenni, hanem őket erősítette a bennük élő Jézus. A megoldás tehát megint nem csak az, hogy tudják róla, hogy a kassai vértanúk hogy haltak meg, hanem az, hogy amikor te vagy olyan helyzetben, hogy nem tudod, hajolja arra, hogy hát inkább, inkább befogad a szádat, de te ugyan nem beszélsz a hitedről, a kereszténységedről, vagy inkább elkövetsz egy kis bűnt, majd megbocsátja a Isten, majd meggyónom, ha így vagy, járulj az oltári szentséghez. Ezen a héten mindenképpen egy hétköznapi misén is, ha távol vagy az eukarisztikus kongresszus különböző rendezvényeitől, akkor is legalább egyszer ezen a héten, ma még csak kedv van, még be tudod ütemezni. Járulj az oltári szentséghez, vedd magadhoz a korpusz Krisztét, a Krisztus testét. És már lesz erőd ahhoz, hogy több jót tegyél és kevesebb rosszat. És még ha az életünkbe kerül is, számon vagyunk tartva, ezért ennek a mai történetnek a bevezetésében azt mondja Jézus, hogy még a hajszálunk is számon van tartva, nem kell aggodalmaskodnunk. És nem csak az örök élet, ez a földi élet. Szebb lesz, boldogabb lesz, ha keresztény módon éled az életedet, ha igazán Jézus akarata szerint nyilatkozol meg szavaidban, és teszed azt, amit tenned kell. Ehhez a Jó Istenhez fordulj. Én magam is kívánom neked, hogy légy az oltári szentséggel együtt minden küzdelmedben győztes a jó mellett, és vesd el magadtól a rosszat, a bűnt. Dicsértessék Jézus Kisztus!